Sziasztok! Mács Brown, magyarul Mácsusi Barna nevezetű ninfa megkötését szeretném bemutatni. A holog, amit használok, egy 12-es méretű, kétszer vastagszálú holog, aminek a végére egy 3,5 mm átmérőjű, aranyszínű tungsten fejet húztam. Befogjuk a holgot a satuba. Rögzítjük. A ninfa megkötését az altest kialakításával kezdem, ami az egy unisztes típusú barna színű testszénát használok, amit pár tekeréssel rögzítek a fej után. Fölösleget levágom. Itt rögzítem a bordázatot, amihez egy Neon Shasters színű lótot használok. Pár tekeréssel rögzítem ezt is a fej után, majd a test teljes hosszán, egészen a hologövöl kezdetéig. Most következik a farok rögzítése, amihez egy UV-zöld spektra dubbingot és fogoly nyaktól szegmenseket használok. Kezdjük a dubbinggal. Veszünk egy keveset, ezt összesodorjuk, ezután a hologöbör kezdeténél, ahol rögzítettük a bordázatot, ezt rögzítjük. Test teljes hosszán. Fej után maradékot levágjuk. Kialakítjuk a test formáját. Ezután következik a kötöző célna rögzítése. Egy 8-as méretű sárga célnát használok. Ezt a fej után rögzítjük néhány tekeréssel, majd ezután rögzítjük vele a test célnát, amit rögzítés után levágunk. Hátra visszük a kötöző célnát a már rögzített farok részig. Most következik a fogolynyaktól szegmensek bekötése. Leszakítunk egy darabot. Tolnak az alsó részén vannak ezek a pehelyes részek, ezeket leszakítjuk, ezeket nem használjuk.
Ezután összefogjuk ezeket a szép pigmentált szegmenseket, amit leszakítunk oldokszálul, ezeket összefogjuk, és pár tekeréssel a zöld falokrész felett rögzítjük. Ezután következik a test kialakítása, amihez egy barnás, szürkés, inkább krémszínű nyúlszőr dubbingot használok. Ezt egyenlő mennyiségbe feltekerem a kötöző célnál. Teszünk még egy keveset. Ezután ezt feltekerjük az altest körül, a rétegek szorosan egymás mellé kerüljenek. Ezután következik a bordázat feltekerése, ezt mindig a feltekert test ellenkező irányába. Egyenlő távolságokra párhuzamosan egészen a fejig, ahol ezt a kötöző célnával rögzítjük. Ezután a megmaradó alapkát leszakítjuk. Tépőzárral kicsit megtépjük, ettől bújhosabb, szőrösebb testet kapunk. Most következik a gallér kialakítása, amihez szintén egy fogoly nyaktollat használok. Erről is eltávolítjuk a bóhős használhatatlan részt. Ezután tollnak a végét megfogjuk, és a tollszál
vastagabb fele. Hátra húzzuk a szegmenseket. Ezután ahol megfogtuk, ott pár tekeréssel rögzítjük fej után. Most ott levágom. Kialakítjuk ezzel a gallét. Feltekerjük a fej körül. Két tekerés elég. Ezután két-három tekeréssel rögzítjük. Megmaradt részt levágjuk. Megigazítjuk a szegmenseket, mindenhova jusson. Ezután falok irányába hátra húzzuk, és pár tekeréssel rögzítjük. Ezután következik a gallé végleges kilakítása. Ehhez veszünk a már a testhez használt dubbingot. Ezt felsodorjuk a célnára. Kialakítjuk a gallér végleges formáját. Meghúzzuk egy kicsit a célnát még. Levágjuk. Most itt is egy kicsit tépőzával. Megtépjük. És kész is van a legyünk. Jó szórakozást az elkészítéséhez. Sziasztok!